A csütörtöki volt az első nap a Cseh Köztársaságban, amikor közterületre csak a száj és az orr eltakarásával lehetett kimenni, Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy nappal korábbi rendelete értelmében. Ugyanakkor a prágai szupermarketekben külön idősávot tartanak fenn a 65 évesnél idősebb vásárlóknak. Ebben a két órás időintervallumban a 65 évnél fiatalabbak nem léphetnek az üzletbe. Ezzel korlátozni szeretnék az idősebbek kitettségét és segíteni, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszerhez jussanak. Meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg Horvátországban. A férfi március 7-én század magával vett részt egy temetésen, ahol voltak szlovénok és olaszok is. Horvátországban 102 regisztrált fertőzött van, egy haláleset és 5 gyógyult beteg. Romániában katonák bevonásával építik az új bukaresti kórházat, ahol az egyre nagyobb számú fertőzöttet, illetve beteget kezelhetik majd. A kórház építése azután kezdődött, hogy Klaus Iohannis elnök rendeletben rögzítette, hogy akár 15 év börtönbüntetésre is ítélhetik azt, aki a karantént kijátszva megfertőz másokat. Magyarország este 9-től reggel 5-ig nyitva tart egy humanitárius folyosót azoknak, akik Magyarországon keresztül szeretnének hazajutni. Ugyanakkor azt kéri a szerb vendégmunkásoktól, hogy ne induljanak útnak, mert Szerbia lezárta a határait. A lengyel-német határon a legrosszabb a helyzet Európában. Az egyik átkelőnél minimum 7 óra a várakozási idő. A torlódások azután alakultak ki, hogy Varsó a hétvégén határzárat vezetett be a koronavírus miatt. Közben a lengyel elnök egyeztetett ukrán kollégájával, és megállapodtak abban, hogy külön vonatokkal viszik keresztül Lengyelországon a hazafelé tartó ukrán vendégmunkásokat.